Sziasztok! Immáron 30 éve annak, hogy a kisüzemi sörfőzdék első hulláma megjelent Magyarországon, így nem csoda, hogy ezek egyik zászlós hajója, a Békés Szent Andrási Serfőzde éppen most, azt hiszem pont május 1-jével ünnepli fennállásának 30. évfordulóját, és erre az alkalomra egy különleges meglepetéssel készült a fogyasztóknak. Piacra dobták az egyik, nem az egyik, hanem az első sörüket, ami már nyilván piacra van dobva, mondhatni 30 éve, 1993 néven, viszont most kapott egy új címkét, ami nyilvánvalóan erősen hajaz az eredetire, és emellett ezt csomagba foglalták az egyik legújabb sörükkel, a legújabb Teszt Andrással. Úgyhogy nézzük is meg, hogy milyenek ezek a sörök, tartsatok velem! Az első sör, ahogy azt már szépen felvezettem, a Békés Szent Andrási 1993 minőségi világos sör. Mutatom nektek, a címke nagyon szép, tényleg hozza ezt az eredeti 90-es évekbeli hangulatot. Azért a hátulján megőrizték a mostani címketervüknek megfelelő összerakást, elrendezést. Nyilván a 30-as bekerült a címerükbe, a Szent András, pontosabban az András keresztre, és így itt van ez a 30 éves jubileumi limitált kiadású sör az eredeti 1993-as recept alapján. Na hát akkor nézzük is meg, hogy mit tud, bontsuk ki. Habbal nem spóroltak, nem is töltöm ki az egész sört egyszerre, meglátjuk így. Hát láthatjátok, hogy egy gyönyörű szép tükrösre szűrt sör, mint mindig, nagyon szép habbal, úgyhogy nézzük is meg, hogy ez a 93 most éppen milyen így 0,3-as üvegből. Illatában tökéletesen hozza a müncheni Hellesre jellemző illatvilágot. Ugye a 93 alapvetően egy müncheni Helles. Így van. Nagyon karakteresen jön egyébként a komló aroma is belőle. Illetve egy nagyon karakteres gabonásságnak az illata jön még. És az ízében is ezt köszön vissza. Nagyon karakteres gabonásság. Az árpának egy nagyon intenzív ízét sikerült ezzel az alapmalátával megcsípniük, amivel ez a sör készül. Egy picit a komló ezt nagyon szépen kiegészíti. Tehát, hogy nem uralkodik el a komló a sörön, ahogy egy müncheni Hellesnél annak lennie kell. Ez egy világos, egyszerű, könnyed ivósör, mégis van egy olyan igazi karakteres íze, ami a Szent Andrási sörökre picit jellemző. Úgyhogy ez a sör, ahogy azt el is vártuk, teljesen rendben van. Akkor már kitöltöm a maradékot is közbe itt magamnak, és akkor így mehet is vissza a polcra. Tehát ő itt az 1993, és akkor nézzük meg, hogy a főzde legújabb söre, a Beta 36-os mit tud. Ő egy Hazy Raw IPA, mangóval és habaneroval, tehát egy kicsit még akár csípős sörre is számíthatunk, amit a mangó fog majd valószínűleg a sörön belül tompítani. Na. Nézzük meg, hogy akkor ő mit tud. Megjelenésében őt sem kell félteni. Nagyon szép, ködös, neipás megjelenést kapunk. Nézzétek meg! Teljesen szép, gyönyörű, ködös, erős álló habbal. A kamera nem is nagyon tud ráfókuszálni, annyira ködös. Hmm.
finom, nagyon kellemes illata van. A mangó szépen jön belőle, de nem tolakszik. És ezt erősíti, szóval ezt egészíti ki egy nagyon erős fűszeres illat. Ugye megnézem, mit tudunk a sörről, 7%-os, búza és árpamaláta van benne, és tényleg csak mangó 45% mangó, na, 45%-os mangósűrítmény, és habanero. Megnézzük, hogy mit tudunk meg az elejéről. 3,9-es a pH-ja, tehát egy picit savanykásabb lesz a sör. Nem savanyú, de egy picit savanykásabb azért. Búzamaláta és pilzeni maláta van benne, galaxi, mozaik és citra komló, verdán tipával készült, ez látszik is, és nagyjából ennyi. 55-ös az ibuja, 7-es az EBC-je, 19 egész feles a kezdő ballingja. Na nézzük! Hú! Kellemes! Nagyon kellemesen találták meg a csípősség és a mangósság harmóniáját. Ugye alapvetően a csípős söröknél az szokott lenni a probléma, hogyha a csípősség túlzottan eluralkodik az adott sörön. Ennél ilyen probléma nincsen, hanem tényleg nagyon kellemesen van meg a komlók által megtámasztva ez a mangós gyümölcsös karakter, és csak a korty végén a lecsengésben kapunk egy csípős utóhangot a torok hátuljában, tehát még nem is az az egész szájat betöltő és az embert könnyezésre bíró erősséget, csípősséget kapjuk, hanem egy ilyen nagyon kellemes, finom, elnyúló, de azért intenzív, karakteres csípősséget. Úgyhogy azt kell mondanom, hogy a Beta 36 is elnyerte a tetszésemet, úgyhogy nagyon szépen mutat itt egymás mellett a sörfőzde eddigi első, nem eddigi, tehát az első, illetve eddigi utolsó söre. Azért érződik, hogy 7% van ebben a róipában. Úgyhogy srácok, ha találkoztak a Szent András sörfőzde ezen új termékeivel a boltok polcain, vagy akár a főzde honlapján, akkor bátran rendeljétek meg. Gyűjtőknek különösen ajánlom, mind a 30 éves címkével ellátott üveget, mint pedig, ha valaki esetleg gyűjti ezeket a sorszámozott Teszt András söröket, akkor azt. Ez volt a Sördoktor mai adása, tartsatok velem legközelebb is, sziasztok!